Sziasztok! Nyári Zoli vagyok, és a nemrégiben megjelent stúdióban 5.1 újításai közül szedtem össze nektek párat. Az első az itt az a Global Track menü, ami a rulerön található, és itt ö, ugyanúgy, mint eddig hozzá tudunk adni különböző paramétereket, amiket látni szeretnénk, viszont a tetején van egy újabb ruler, amit kedvünk szerint állíthatunk be. Másodpercekre, ütemekre, sőt, akár most már frémekre is. Pár kisebb újítást kapott a mixer is, ilyen például a bal alsó sorokban lévő filter, ami akkor lesz nagyon hasznos, amikor egy adott hangszercsoporttal szeretnénk dolgozni, hiszen ide csak be kell írni a sávoknak a nevét, és a program automatikusan csak azokat fogja megjeleníteni. Ugyanez jelenik meg a főképernyőnkön is, illetve, hogyha ezt a beírást elkezdjük kitörölni, akkor a többi sáv az szépen vissza fog jönni. A másik fontos újítás itt a mixerben az az, hogy most már komplet effektláncokat lehet másolni a szendeknél is. Ugye ez úgy működik, hogy berakunk pár effektet az egyik sávra a szendek közé, És ahhoz, hogy ezeket másolni tudjuk, egészen egyszerűen csak oda kell kattintani a szent feliratra, majd áthúzni a másik sávra. Ez eddig csak az inzerteknél működött. A másik nagyon hasznos funkció szerintem az az, hogy hozzányúltak a kottázójához a programnak. Ugyanis most már van lehetőségünk arra, hogy közvetlenül nyomtassunk, akár papír alapon, akár pedig közvetlenül exportáljuk ki a, a szoftverből a kottákat. Eddig ehhez többnyire át kellett küldeni a, a MIDI fájlokat a notion és onnan lehetett ilyen funkciókat megoldani, de most már az alapszintű kottázáshoz elég maga a stúdió van is. Nyilván, hogyha, hogyha valakinek extra igényei vannak, akkor ott, ott kell lenni fog még továbbra is a NOOSEN. Van lehetőségünk arra, hogy a nézetet váltogassuk, illetve be tudjuk állítani azt is, hogy a komplet zenemű jelenjen meg a kottában vagy pedig csak egy-egy hangszer. Amit fontos észben tartani a kottázó részlegével kapcsolatban, az az, hogy ez midivel működik csak, vagyis audioval nem tud dolgozni, bár erre is létezik egy megoldás, ami pedig azt fogja ö, takarni, hogy az audiósávunkat át kell küldeni a melodájnon, majd a melodáin által generált midit át kell illeszteni egy instrument sávra, amit a megfelelő féleképpen elnevezünk, és akkor a program kottázó része azt is látni fog, és el fogja tudni róla készíteni a kottát. A legvégére hagytam a szerintem legnagyobb és talán az egyik legfontosabb témakört, ez az úgynevezett retrospective recording, ami tulajdonképpen annyit fog jelenteni, hogy amikor ötletelgetünk egy zenén és kísérletezünk azzal, hogy mégis milyen dallamot vagy milyen harmóniákat játszunk rá a már, a már meglévő sávokra, akkor anélkül, hogy élesítenénk, ugye a program alapesetben nem, nem rögzít semmit. Csak hogy ez innentől kezdve nem lesz teljesen igaz. Mégpedig azért, mert amit legutoljára játszottunk, vagy egyáltalán rápróbálgattunk ötletet, azt az inspektorban elő tudjuk hívni ezzel a gombbal, ami a játék után pirossá válik. hogyha erre rákattintunk, akkor meg fogja jeleníteni mindazt, amit felvett. Fontos tudni, hogy itt az automatizációt is rögzíteni fogja. Azonban, ugyanúgy, mint a kotta, ez a funkció is csak és kizárólag virtuális hangszerekkel, illetve MIDI-vel fog működni, az audiósávokon ilyen, ilyen lehetőséget nem fogtok találni. Amire viszont még oda kell figyelni, az az, hogy ez a felvételi beállítások által nagyon is befolyásolható ez a, ez a munkamódszer, hiszen hogyha Például a midiből egy mixet rögzítünk, akkor az azt jelenti, hogy minden, amit addig rájátszottunk, azt egyszerre fogja visszajátszani. Vagyis érdemes lesz uh, léerekre, vagy pedig uh, replace módra állítani a felvételt. Így gyakorlatilag szinte egy uh, olyan teljes értékű felvételt fogunk kapni, mint mintha a sávot élesítettük volna, és kifejezetten felvételt akartunk volna készíteni, holott csak. Próbálgattuk a témákat, dallamokat, harmóniákat. Ennyi lett volna a mai videó, remélem, hogy hasznos volt. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!